Az ukrán fővárosban, Kijevben és a környező városokban, de még a nyugati Lvivben is kisebb megszakításokkal egész pénteken szóltak a légvédelmi szirénák. Akik eddig kitartottak, azok közül is sokan úgy döntöttek, a további ágyúzástól tartva elhagyják lakóhelyüket. A főváros környékéről kivonult orosz csapatok nyomán talált több száz civil áldozat még sürgetőbbé teszi menekülésüket. A fővárosi régió rendőrfőnöke közölte, a meggyilkolt polgári lakosság száma meghaladja a 900-at. Hangsúlyozom, mind civilek, akiknek a holttestét megtaláltuk és átadtuk a törvényszéki szakembereknek. Több mint 900 ember, akikkel az orosz hadsereg végzett, hangsúlyozta Andrei Nebitok. A Moszkva cirkáló elsüllyesztése miatt Oroszország a támadások intenzitásának fokozásával fenyegetőzött. A harcok pedig folytatódnak az északkeleti frontokon, Harkiv környékén is, a halálos áldozatok száma pedig tovább emelkedik. Az orosz hadihajó elsüllyesztése mentális muníció az ukránok számára, pénteken sorok kígyóztak az emlékbélyegért. Az orosz erőknek több heti ostrom után sem sikerült még teljes egészében ellenőrzésük alá vonni Mariupolt, de az ostrom gyűrű hamarosan bezárul a védők körül. Ha az orosz csapatok beveszik a várost, utána délkeleten az Odessa felé vezető útvonalra vonhatják össze erőiket. Az ukrán vezetés további katonai haditámogatást, valamint szankciókat kér Moszkvára a nyugattól, miközben folyamatosan érkeznek a fegyverek és a muníció Kijevnek. Németország is jóvá hagyta a katonai és logisztikai támogatás drasztikus növelését.